Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennék egy olyan Fortnite-os videóban. Ebben a videóban elhoztam nektek egy challenge-et, ugyanis furdalt a kíváncsiság, hogy ténylegesen amerikai szervereken jobbak-e a játékosok vagy bénábbak, ugyanis elterjedt egy ilyen pletyka az interneten, legalábbis én ezt egy haveromtól hallottam, név szerint Andortól, hogy bizony amerikai szervereken, mintha a játékosok rosszabban játszanának. És akkor pattant ki a fejemből, hogy mi lenne, hogyha csinálnék egy videót arról, hogy játszanék az összes szerveren, és ez alapján elmondanám a véleményemet, hogy szerintem pontosan ott milyenek a játékosok, és én mit tapasztalok, úgyhogy nem is húztam tovább a szót, vágjunk is bele rögtön a legelső szerverbe. Mint azt láthatjátok, be is állítottam, és itt azt is látjátok, hogy pontosan milyen pinggel fogunk játszani, ami nem feltétlen egy könnyítő dolog lesz, de azt mondom, vágjunk is bele. Hát sajnos nem vágunk bele, mert valamiért ezt a meccset nem vette fel. A videó felvevő viszont rankot léptem benne, úgyhogy amúgy nem volt rossz, de sajnos nem vette fel, úgyhogy ugrunk is a következőre. És akkor állítsuk is át a következőt, ahol szintúgy nagyobb pingem lesz. 118 helyett most már 128. Hát, nézzük. Na, és indult a meccsünk. És igen, nagyobb a ping. Itt már lehet karcolni fogjuk azt a 130-at. Hát... Meglátjuk. Láttam őket. Mondjuk ők lehet, hogy nem ide jönnek. Sőt, ők oda men... Tehát azt nem hiszem el. Minden egyes körbe egyedül esek a helyre. Minden egyes körbe. Nem, jön ide valaki. Jön ide valaki. Végre. Egy kis fight. Adj egy fegyvert. Bármilyen fegyvert adjál. Gyerünk. Hát azon úgy jön. Nem rossz. Jó, mondjuk nem szeretem a famaszt, de most elmegy. Hova eshetett? Nézzük meg. Hova jöhetett az emberünk? Vajon? Úgy Isten igazából hova? Lehet, hogy lesz egy early fightunk? Erre várok 20 éve. Mondottam, szólok. Jó? Hoppa, shieldelünk egyet. Nagyon jó. Mini shield. Skiltjük a dobozt, könnyebben megkapjuk a shieldet. Nice. Hopp, megy is ott a fight. Jó, alattam valaki halt. Azért nem akartam leesni. Így folyamatosan kerestem, volt, hogy mutatta a lábnyomot, volt, hogy gránátot dobott rám, de egyszer nem találtam meg, körbefutottam, megnéztem a bokrokat, tényleg körbejártam mindent, de végül feladtam és inkább elmentem a városba, mert nem találtam meg az illetőt. Te player. Az nem jó. Hogy elmenjen a kocsi. It was at this moment that he knew he fucked up. Az igen.
Mi volt az elképzelésed, barátom? Mert hogy amúgy nem volt rossz terv, hogy bekempelod a sarokba és rám dobja, csak... Hát ezt te velem nem játszod el, mondjuk. Nani? Több irányból is lőnek, több helyre. Halt. Még azt elhozom. Jaj, ezeket nem vagyom itt. Igen. Hopp, tessék. Kés. Nem tudom, hogy itt mit fájtoltak itt a parton. Fájtoltak mindenféleképpen. Mindenem be van töltve. Jó, P9-enük nem volt, amit sajnálok, de hát... Így is megnyertük az ötös lottót szerintem, elég masszívan. Aha. Gyerünk, dob le! Halt. Nice. Vedd fel. Az baj. Bejött a lánk. Hallani fogjuk, hogyha kinyitja az ajtót. Au. Aha. Kurva anyádat. Balfasz vagyok. Ülj le. Halt. Jöjjöhet. Azt a kurva! Halt. Jó, hát ez már lehet, hogy azt jelenti, hogy bénák a játékosok. Ezt lehet elhozzuk. Gyerek, de az összes létező mitik tárgynála voltam, hogy az összes létező mitik item, geci. Nyilván a high ground. Úristen! Micsoda? Hát ezt megnyertük. Hát figyelj, döntsétek el a komment szekcióba. Szerintetek azért nyertünk, mert ezen a szerveren ennyire bénák a játékosok? Vagy egyszerűen szerencség volt. Mindenféleképpen írjátok le a komment szekcióba. Ja, és így a videó végére meglett a Platinum 3, úgyhogy itt is rangot léptünk. Mondjuk ez jelent valamit, hogy majdnem minden meccs végén rangot lépünk egyébként. Így most, hogy így a fejembe összerakom, ez lehet, hogy szusz, nem? És akkor át is állítottam a következőre, ahol már 178-as pingünk lesz. Igen, mivel koronával kezdtem, az lesz az első dolog, hogy ezt adjuk egy játékosnak. Tessék, itt van a korona. Uramisten! Ott van a játékosunk. Au, 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 au. Au. Tudom, hogy ő az-e egyébként. De miért menekülsz? Kapta. Valamiért menekül. Tudjátok mit? Akkor is elkapom. Valaki ránk lőtt. Miért lőnek rám ketten?
meghalsz. Kapta. Nagyon szép. Hát, itt szerintem nyomunk még egy meccset, mert ez most így nem volt feltétlen egyértelmű, mert egy játékosunk csak menekült folyamat. Halt. Nem tudom, hogy ő itt kire lövöldözött, vagy mire lövöldözött. Hopp, ott is megy a fight. Hajóznak, aha. Hoppá. Hajóról lőnek, jól látom. Halt. Hoppá. Fájtolnak. Hoppá, repülője van az illetőnknek. Aha, hát igen. Hát ezt kaptuk. A következő szerverünk az Óceánia lesz. Úristen, geci. Hát srácok, az a helyzet, hogy 7 perce keresi a meccset, és még mindig nem dobod be, úgyhogy én amondó vagyok, hogy ezt az Óceániát húzzuk ki a listánkról, és menjünk át a Brazíliára, és nézzük meg, hogy ott hát el tudjuk indítani legalább a meccset. 400-os pihim van! Micsoda! Jó, hát ez már lehet, hogy nem azon fog múlni, hogy mennyire jók itt a játékosok, hanem hogy mennyire vagyok jó én, hogy egyáltalán életben maradjak ekkora pinggel. Itt már a lootolás is laggol. Aja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 j
jól. Még a ládanit, még az ajtónyitás is lakul. Oké, oké. Ezt tudjátok mit jelent? Time to shine, azt jelenti. De még a fegyver, bácsát, nagyon rossz. Jó, a videó kedvéért mindent. Oké. Jó, hát nagyon durván laggolunk. De hogy olyan durván, hogy ez már az a játszatlan kategória. 200-as pinget írt. 200-as pinget írt, erre van 500. Jó, azért nem 500. Vissza is teleportáltunk. 300-400-as pingünk van. Hát én nem mondom, hogy rájuk kell menni. Felesleges ezt a meccset tovább húzni, mert... Mióta van a játékban legendari famasz? Ez mikor került be? Esküszöm, hogy nagyon élvezetes előni valakit. Úristen! Jó, hát ez borzasztó. És akkor a következő Ázsia lesz. Ha nem tudom, hogy van kevesebb pingünk, mint Brazílba. Szóval őszinte leszek veletek, itt is már 6 perce várok és nem dobod be. Úgyhogy amondó vagyok, hogy tegyük át Middle East-re. Ott elvileg 105-ös pingünk lesz, és akkor nézzük meg hát, ahol most viszont bedob. Srácok, nem fogjátok elhinni, de nemhogy a többinél nem dobod be, ugye? De hogy itt még alacsonyabb is a ping jóval, 105. És 9 perce keresi a meccset, szóval nem tudom, hogy én ott nem Fortnite-oznak, vagy nekem nem csatlakozik rá az internetem. Minden esetre ez a videó így ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm a csatornatagoknak a támogatást, hatalmas pacsi nektek azoknak, akik itt a képernyőn fel vannak tüntetve. Nagyon szépen köszönöm, tényleg borzasztóan hálás vagyok a támogatásokért. Ha te is szeretnél csatornatagságot vásárolni és támogatni, a leírásban megtalálod a linket, akár 200 forintért is tudsz csatornatagságot vásárolni, illetve a csatornatagoknak pörög egy nyereményjáték, a régi processzoromat, amely Ryzen 5 2600X sorsolom ki közöttetek. Nincs más dolgotok, mint ténylegesen vásárolod egy csatornatagságot, tök mindegy, hogy milyen, hogyha azok vagytok, akkor értelemszerűen nem kell. És itt a képen látható videóra
komment szekcióban le kell írni, ami annak a videónak, amit itt a képernyőn láthatok, annak a végén el van mondva, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy jelentkezni tudj. Azt megcsinálod annál a videónál is, bent is vagy a nyereményjátékban, úgyhogy mindenféleképpen csapassátok, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a hasonló tartalmakról, kapcsoljátok be a csengőt, írjátok le kommentbe, hogy mi a véleményetek, melyik volt szerintetek a legkönnyebb szerve, melyik volt a legnehezebb. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!